Az elmúlt négy évben 8400 és 9700 között alakult évenként a regisztrált bűnesetek száma szabolcs már bereg megyében. Ahogyan azt a diagram is mutatja, 2023-ban ezt a számot sikerült 8000 alá szorítani. Ami azonban még szemléletesebb, az a 2010-es adat. Akkor még több mint 20 ezer bűnelkövetés volt. Farkas József vármegyei rendőrfőkapitány szerint ez a tendencia elsősorban a megelőző intézkedéseknek köszönhető. Én azt gondolom, hogy nagyon jó munkatársak, szakemberek vannak, akár a közteleti szolgálatban, az állomány képzettsége, felkészültsége is nőtt, de nyugodtan mondhatom, akik a felderítéssel, a bűnügyi munkával foglalkoznak. És nagyon sok olyan új programot indítottunk, ami épp a MÉPA bűn és baleset megelőzés szolgálja. Hiszen legfontosabb, a legjobb az, hogyha meg sem történik egy bűncselekmény, az a legolcsóbb, maradjunk annyiba, inkább megelőzni. És ebben az állampolgárok jelentős része partner volt. Tehát ez egy nagy össznépi társasjáték, amiben, te, amiben természetesen mi vagyunk a, az hajó, és nekünk kell ebben alapvetően a közrendet közbiztonságot garantálni. Farkas József hozzátette, ezek a számok a vármegye sajátosságait figyelembe véve különösen kiemelendőek. Mint mondta a társadalom összetétele, valamint a hosszú, majdnem 250 km hosszúságú határszakasz mind-mind nehezítő tényező. Szabolcsat már bere 2022-ben még a 8. legfertőzöttebb vármegye volt a bűnelkövetéseket illetően. Tavaly a 13. helyre sikerült javítani. Ez a társadalom biztonságérzetét is növeli. Döntő nyilvánvalóan a nyomozásoknak az eredményesség és is, hiszen megyénk, aki, amely nincs könnyű helyzetben vár megyénk, azért több mint 77%-os nyomozás eredményességgel dolgozik. De való igaz, hogy az a bűncselekmény szám, amit mondtam, hogy 6%-kal csökkent az elmúlt évben, 2022-höz viszonyítva, hiszen a közgyűlés előtt is erről számoltam be. Egy másik nagyon fontos szegmens, amire Amire szintén szólt a, fel, a kérdés, az, hogy a, mennyire biztonságosabb a közteleteink. Örömmel jelenthetem, mondhatom, hogy abban mintegy 12%-as csökkenés volt. Ezek azok, amik, amit az emberek látnak, tapasztalnak. A baráta elmúlt évhez képest? A 22-hez képest 23-ban is 12 a csökkent. Tehát az összes bűncselekmény az 6%-kal, és azon belül a közteleti bűncselekmények 12-vel. Tehát nagyon fontos az, hogy az emberek mennyire érzik magukat biztonságban, mennyire engedhetik el a gyereket, hogy hazamehet-e. Ami nem azt jelenti, hogy nem történt, de azok a durva garázda jellegű cselekmények elvétve fordulnak elő, és ha elő is fordulnak, akkor a bűn nem marad büntetlenül. És ez nem csak a fizikai térben van így, sőt, egyre nagyobb hangsúlyt helyez a rendőrség az online világra, erre szükség is van, a csalók ugyanis nap mint nap újítanak. 2023-ban drasztikusan megszaporodott a kiberbűnözés. Tavaly volt a dömping folyamatos felderítő munka, és nem csak mi vármegyénk, az egész ország, sőt Budapest a Nemzeti Nyomozóiroda, ilyenkor közösen megosztjuk az információkat és dolgozunk, és például a kedves tévénézők láthatták néhány héttel ezelőtt, hogy a magyar rendőrség az ukrán rendőri szervekkel karöltve kint Ukrajnába két ilyen kolcentert számolt fel, sok-sok elkövetővel, és érdekes, a, ne érdekes kvázi örömteli, hogy az ilyen bűncselekmények száma visszazuhant, jelentősen. Szinte szinte elhanyagolható, de van. És továbbra is kérem a nézőket a társadalmunkat, hogy azok a bizonyos önvédelmi mechanizmusok, a reflexek működjenek. A bank kéri az én adataimat, ha neki kell tudni. A drón szeme mindent lát, egyre gyakrabban ellenőrzik a forgalmat ezzel az eszközzel a rendőrök nyíregyháza, valamint a Vármegye útjain. Farkas József azt mondta, minden eddiginél több közlekedés rendészeti akciót szerveztek 2023-ban, a közlekedési morál azonban továbbra sem javul. A személyi sérüléses balesetek száma egyébként a tavalyi évben stagnált. Közúti balesetben Különösen 25 25-en haltak meg tavaly, ez négyjel több, mint az azt megelőző évben.